A Bláthy Ottó szakközépiskola 1949-ben kezdte meg a működését, mint vájárképző intézmény. Majd folyamatosan változott az iskola profilja, így az évek során sokféle képzéssel foglalkoztak. Az itt végzett diákok különféle területeken lettek sikeresek. Diákjaink közül nagyon sok területre vetődtek, és szépen állják meg helyüket a volt diákjaink, ne mondjak mást, jó nevű autókereskedéstől kezdve a Budapesten színész, színművészként dolgozó volt diákunk, vagy éppenséggel, aki pénzügyi és számviteli területen könyvvizsgáló könyvszakértői tevékenységet folytat, működtet, vagy van olyan diákunk, aki a saját profiljában ért el nagyon-nagyon szép eredményeket, nem is egy nagyon sokan vannak, felsőoktatásba állták meg a helyüket. Az iskola is az elmúlt 65 évben hatalmasat változott. Annak idején a Bercsényi utcai épületben kezdte meg a működését, onnan átkerülve a 70-es évek végétől működünk a Hősök tere 9 szám alatt, és nagyon sok önálló fejlesztést, önálló újítást hajtottunk végre. Reményeim szerint ez a fejlődés, ez az előre menetel, ez töretlen. Az iskola vezetése és a tanárok a kiállított tárgyakkal szerették volna bemutatni az iskola 65 éves fejlődését és változását a diákoknak. Nagyon sok gyermek, amikor hazament, szólt a szüleinek, hogy mit látott, és megdöbbenve tapasztalta, hogy apuka még ezekkel a műszerekkel, ezekkel az eszközökkel tanulta a szakmát ugyanebben az iskolában. A mi érdekesség iskolánkban sikerült a Tatabányai Múzeummal közösen olyan eszközöket, berendezéseket áthozni, és kölcsön adtak számunkra, amiket külön köszönünk nekik, amik aki még szebbé, még érdekesebbé tették a kiállítást. Gyerekek nagyra értékelték, és nagyon szeretnénk, ha ez a folyamat tovább játszódna, és továbbiakban is mindig megünnepelnénk, és újabb-újabb eszközökkel sikerül fejlesztenünk a saját eszköztárunkat, és még több eszközt szeretnénk bemutatni a jövendő tanulóinknak. A kiállítás természetesen csak egy előzetese az évforduló megünneplésének, melyet szeptemberben a Bláthy héttel egybekötve tartanak majd.